Ungváron tárgyal a magyar és az ukrán külügyminiszter, napirenden a kárpátaljai magyarok jogainak helyreállítása és Ukrajna támogatása. Amerikai katonák haltak meg egy dróntámadásban a Szír-Jordán határon, Izrael és a Hamasz közben újabb tűzszünetről egyeztet. Elfogták az isztambuli merénylőket, mindketten az iszlám állam tagjai, a vasárnapi mise közben lövöldöztek a templomban. Ez a Híradó délben az M1-en és a Dunán. Jó napot kívánok, Józsanett vagyok. Ungváron tárgyal a magyar és az ukrán külügyminiszter. Szijjártó Péter a találkozó előtt a közösségi oldalán azt írta, a kormány szeretne javítani Ukrajna és Magyarország együttműködésén. A tárgyaláson szó lesz a kárpátaljai magyar közösség jogainak helyreállításáról, Ukrajna támogatásáról, valamint a két külügyminiszter előkészíti Orbán Viktor miniszterelnök és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök találkozóját. Indulás Kárpátaljára, mi szeretnénk javítani Ukrajna és Magyarország együttműködését, és mindent megteszünk azért, hogy a kárpátaljai magyar közösség visszakapja korábbi jogait. Írt a Szijjártó Péter közösségi oldalán útban Ungvárra, ahol ukrán kollégájával Dmitro Kulebával találkozik. A Magyarország és Ukrajna kapcsolatainak javítását, valamint Orbán Viktor és Volodymyr Zelenszkij találkozójának előkészítését célzó találkozó előtt Szijjártó Pétert életveszélyesen megfenyegették. Az ukrán nyelvű levél szerzői azt írták, gyűlölik a magyar kormányt, és a külügyminiszter robbanásveszélyes üdvözletre számíthat. Találkozózó valódi tartalomról ne máshol szóljon. Mindent megtesznek, hogy a fenyegetés ne árnyékolja be a találkozót, reagált a miniszter korábban a fenyegetésre. Szijjártó Péter kiemelte, az ukrán és magyar biztonsági szolgálatok a legkörültekintőbben járnak el, a cél pedig a kárpátaljai magyarok jogainak biztosítása. Magyarország abban érdekelt, hogy Ukrajnával jó legyen az együttműködésünk. Ukrajna területén, Kárpátalján 150 ezres magyar nemzeti közösség él. Az ő érdekükben próbálunk valamifajta megállapodásra jutni majd az ukrán kollégákkal. A magyar külügyminiszter közösségi oldalán igyekezett mindenkit megnyugtatni, azt írva, aggodalomra semmi ok. A magyar-ukrán viszony fagyos, ugyanis Kijev 2014 óta a kárpátaljai magyarok jogfosztásán dolgozik. 10 év alatt egy sor olyan jogszabályt fogadtak el, ami a kisebbségi nyelvhasználatot korlátozza. 2017-ben pedig olyan oktatási törvény lépett életbe, ami ellehetetlenítette az anyanyelvi tanítást a magyar iskolákban. A magyar kormány többször figyelmeztette Kijevet a kisebbségi jogokra, de az csak látszat intézkedésekre volt hajlandó. Közben egyre gyakoribbak a magyarok ellen elkövetett nacionalista támadások. 2018-ban felrobbantották a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ungvári irodáját is. Nem érdemes udvariaskodnunk. A helyzet az, hogy évek óta gyötrik az ott élő magyarságot. A nekünk kulcskérdés jelentő iskoláinkat folyamatosan vegzálják, gyakorlatilag be akarják őket zárni, vagy át akarják alakítani ukrán iskolákká, és megtagadják az ott élő magyaroktól a magyar nyelv használatának, iskolai használatának a jogát. Próbálnak rávenni minket. Feszült a viszony Ukrajna EU csatlakozása, a Kijevnek küldött EU-s pénzügyi támogatások és fegyverszállítások, illetve az ukrán gabona uniós piacra engedése miatt is. Brüsszel nyomást helyez Magyarországra, hogy támogassa ezeket. Szijjártó Péter viszont decemberben közölte, Magyarország nem enged a zsarolásnak. Mi soha nem adjuk fel a nemzeti érdekeinket, mi soha nem adjuk fel a szuverén döntéshozásra vonatkozó jogosultságainkat. A nyomás teljesen fölösleges, a nyomást teljesen fölösleges ránk pazarolni. Volodymyr Zelenszkij decemberben az uniós csúcs előtt egészen Argentínáig utazott, hogy megpróbálja rávenni Orbán Viktort Ukrajna uniós csatlakozásának támogatására. This is a historic moment. Végül Ukrajna felkészületlensége, a kisebbségek elnyomása, a tomboló korrupció és a háború ellenére az EU-s többség Magyarország szavazata nélkül úgy döntött, Ukrajnának az Európai Unióban van a helye. Egy dolog biztos, ez rossz döntés. Magyarország lelkiismeretét nem terheli, később ezt a folyamatot meg tudjuk állítani, ha kell, be is húzzuk a kéziféket, a legvégső döntés meg majd a magyar parlament kimondja. A hétfői kárpátaljai ukrán-magyar külügyminiszteri találkozó egyik témája Orbán Viktor és Volodymyr Zelenszkij esetleges találkozójának előkészítése lesz.
Sajtóértesülések szerint Brüsszel a magyar gazdaságot büntetné, ha Orbán Viktor továbbra sem járul hozzá az Ukrajnának szánt uniós támogatásokhoz. A tagállamok vezetői csütörtökön rendkívüli csúcsértekezletet tartanak a tervezett 50 milliárd eurós költségvetési, illetve évi 5 milliárd eurós katonai segítségnyújtásról. Kapcsolunk Brüsszelbe a közmédia uniós központjába Baracka Eszterhez. Szervusz Eszter, mit jelent ez a gazdasági fenyegetés, és ennek tükrében mi várható az uniós csúcson? Szervusz, jó napot kívánok! A Financial Times, amely ezt a hírt közölte, egy tanácsi dokumentumra hivatkozik, amelyből az derül ki, hogy az Unió visszatartaná Magyarországnak szánt forrásokat, ennek következtében Magyarországon visszaesne a befektetői bizalom, drágulna az ország finanszírozása és gyengülne a forint. Mindez pedig a legvégén arra kényszerítené a magyar miniszterelnököt, hogy gondolja meg magát és hagyja jóvá az Ukrajnának szánt támogatásokat. Tudni kell, hogy két külön csomagról van szó, ami a támogatást illeti. Egyrészt egy 50 milliárd eurós költségvetési támogatásról, amit a szándék szerint az Európai Unió a saját költségvetéséből nyújtana, illetve hitelfelvétellel, a másik pedig katonai segítségnyújtás az európai békekeretből, és most erről annyit tudunk, hogy erre az évre 5 milliárd eurót céloznának elő. Magyarország mindkettőt blokkolja, de Magyarország nélkül nincs döntés egyikben sem, tekintettel arra, hogy a szavazás itt teljes egyhangúságot ír elő. Itt most az 50 milliárdos költségvetési támogatásról fogunk beszélni, ezzel kapcsolatban ugyanis a decemberi uniós csúcs óta van némi elmozdulás magyar részről. Akkor még az volt az álláspont, hogy Magyarország nem akarja, hogy az uniós költségvetésből adjanak segítséget Ukrajnának. Most már annyiban hozzájárulna, hogyha bizonyos feltételek teljesülnének, például, hogy legyen évenkénti felülvizsgálat, hiszen egy 2027-ig szóló programról van szó, hogyha meghosszabbítanak a helyreállítási alap felhasználását két évvel, és azok a tagállamok pedig, amelyek nem kaptak pénzt még a helyreállítási alapból, mentesüljenek a kamatterhek kifizetése alól. Ide tartozik, hogy a Financial Times idézi Bóka János EU-ügyi minisztert, aki annyit mondott, hogy Magyarország szombaton új javaslatot küldött, és ebben nem akadályozza, hogy Ukrajnát az uniós költségvetésből támogassa az Unió, de továbbra is ragaszkodnak valamiféle felülvizsgálathoz. Ami az uniós álláspontot illeti, erről nem sokat tudunk már, mint a magyar reakciót, arra nem érkezett válasz, azt viszont elmondta ma a Soros elnök, belga külügyminiszter, hogy továbbra is ugyanaz a javaslat van az asztalon, mint decemberben, és továbbra is arra törekednek, hogy 27-es körben találjanak megoldást, tehát nem Magyarország kizárásával. Kiszivárgott egyébként, hogy a magyar javaslatokat, hát szóval nem nagyon vevők a magyar javaslatokra, de azért valamiféle engedményre hajlandók lennének, beépítenének egy vészféket a rendszerbe, ami nem jelentene vétót, de lehetőséget adna valamennyi tagállam vezetőjének, hogyha problémát látnak az ukrán finanszírozással kapcsolatban, akkor ezt az uniós csúcs elé vigyék, és ott napirendre kellene venni. Itt tartunk előre, jelenleg teljesen bizonytalan, hogy mi várható az uniós csúcson, egy valamit azonban már biztosan lehet látni, nagyon nő a feszültség, ezek a fenyegetések, ez is a mostani és a hetes cikkkel kapcsolatos fenyegetés is erre utal, és hát azt is biztosra vehetjük, hogy az uniós csúcsig technikai szinten nem lesz megállapodás, és csütörtökön csúcs szinten próbálnak majd döntésre jutni. Baracka Eszternek köszönjük szépen. Mozgalom indult Ukrajnában, hogy engedjék szabadságra a katonákat. Feleségek, anyák szerveztek ezért tüntetést Kijevben. Oroszország és Ukrajna között lassan két éve tart a háború, és sok katona a kezdetektől fogva harcol a fronton. Münchenben is tüntettek, de ott a német kormány ellen, amiért ekkora mértékben támogatja Ukrajnát. Az életem egyharmadában nem láttam az apámat. Ez áll az egyik kisfiú tábláján, aki édesanyjával vett részt a vasárnapi demonstráción Kijevben. Hatalmas tömeg gyűlt össze az ukrán fővárosban, hogy követeljék a csaknem két éve a fronton harcoló katonák hazaengedését. Azt akarjuk, hogy a kormány meghallgasson minket és meghallgassa a katonákat, akik mind rendkívül kimerültek a fronton. Időre van szükségük, hogy pihenhessenek, gyógyulgassanak és láthassák a családjukat. A férjemnek és nekem van egy 5 éves fiunk, aki fél életében nem látta az apját, mondta a megmozdulás egyik szervezője.
A tiltakozó akciót néhány nő szervezte, akik már hosszú ideje nem látták a férjüket. A mozgalomhoz több ezeren csatlakoztak. A szabadságra nem csak azért van szükség, hogy a katonák kipihenhessék magukat, hanem azért is, hogy azok, akik majd a helyükre lépnek, érezzék, hogy a szolgálat nem tart örökké, mondta egy résztvevő. Közben nem csitulnak a harcok. Poltava régiót a hétvégén orosz légicsapások érték. Összesen 13 rakétát lőttek ki, amelyek közül az ukránok 4-et semmisítettek meg. Éppen csak megszólaltak a szirénák, már is hallottam az első robbanást. Nagyon hangos volt. Megijedtem, mert kisgyermekeim vannak. Azonnal kimentünk a folyosóra az iratainkkal, mondta egy nő. Egy ipari létesítményt két rakéta is eltalált. 150 tűzoltó kellett a lángok megfékezéséhez. A második robbanáskor elmentem elzárni a gázt, akkor láttam a lángokat. Olyan hatalmas volt a robbanás, hogy kinyíltak az ablakok és az erkély ajtók, mondta egy szemtanú. Közben Münchenben ezrek tiltakoztak a kormány költségvetési politikája ellen. A folyamatos demonstrációk ellenére Berlin továbbra is súlyos adókkal sújtja a németeket, miközben hatalmas összegekkel támogatná Ukrajnát. Az állam támogathatja a fejlődő országokat, de először a saját szenvedő polgárain kell segíteni, mondta egy férfi. A német kancellár nemrég bejelentette, idén 7 milliárd euróval támogatnák Ukrajnát. Ugyanakkor hozzátette, hogy az ukrán győzelem érdekében az Európai Unió többi országának is a zsebébe kell nyúlnia. Szeretném, ha egész Európa növelné a hozzájárulását. Nem lehet helyes, hogy Németországnak ekkora a részesedése, mondta Olaf Scholz. Az uniós országok február elején állapodhatnak meg az Ukrajnának szánt támogatásokról. Európa szerte folytatódnak a gazdatüntetések, Olaszországban a hétvégén sem álltak le a traktoros felvonulások, Franciaországban pedig a Párizsba vezető utak lezárásával a főváros megbénítására készülnek a gazdák. A mezőgazdaságban dolgozók szerint az energia és az élelmiszerárak drágulása mellett már nem képesek elviselni az unió szigorú szabályozásait. Gazdák nélkül nincs mit enni. Ilyen és ehhez hasonló transzparensekkel tüntettek vasárnap a termelők az észak-olaszországi Alessandriában. Szerintük a szakszervezetek rendre kudarcot vallanak érdekei képviseletében, ezért eljött az ideje, hogy tömegesen lépjenek fel a szektor működését egyre nehezebbé tevő uniós szabályozások ellen. Az erőltetett zöld politika szerint parlagon kéne hagyjuk a földjeink 4%-át. Ez kész elmebaj, mondta egy nő. Az elmúlt héten Olaszország szerte munkabeszüntetéseket jelentettek be az agrárszektorban dolgozók. Sokan a tehetetlenségüknek adtak hangot, amiért úgy érzik, semmilyen ráhatásuk nincs arra, milyen döntéseket hoznak meg a fejük fölött az uniós vezetők. Egyre inkább az az érzésem, hogy Európa már nem az európaiaké, hanem minden a különféle lobbik akarata szerint alakul. Nem bízom bennük. Szerintem ezeket mind be kellene záratni, mert az öncélú tevékenységük a mezőgazdaság halálát okozza, panaszolta egy férfi. Az év első napjaiban indított németországi gazdatüntetések mostanra már több európai országra átterjedtek. Az olasz tüntetők szerint ez jól mutatja a brüsszeli döntéshozókkal szembeni általános elégedetlenséget. Ez nem csak az olasz gazdákról szól. A franciák, a spanyolok, a hollandok és a németek is tüntetnek. Egész Európát egyesítjük, mondta egy olasz üzletlánc vezetője. A franciák az olaszoknál is radikálisabb eszközökhöz folyamodnak a céljaik elérése érdekében. Nem ritka látvány, hogy tüzeket gyújtanak és járműveket döntenek fel, hogy lezárják az utakat. Bár a francia kormány pénteken elvetette a mezőgazdaságban használt gázolaj állami támogatásának csökkentésére irányuló tervet, a szektorban dolgozók szerint ez nem elég. Vasárnap a francia ellenzék jobboldali vezetője, Marine Le Pen is csatlakozott a demonstrálókhoz. A nemzeti tömörülés vezetője szerint az európai szabadkereskedelem hátrányosan érinti a túlszabályozott országokat, a francia kormány tétlensége pedig válságot okoz. A mezőgazdaság válsága az egész ország válsága, hiszen Franciaország jelentős mezőgazdasági hatalom. Ennek megszűnése nem csak az élelmiszer biztonságot, hanem a szuverenitásunkat is fenyegetné. Szerintem egy ágazati mentőprogramra van szükség, mondta a politikus. A gazdák hétfőn is folytatják a megmozdulásokat, és a Párizsba vezető hétfő útvonal lezárásával próbálják meg lépésre kényszeríteni a kormányt.
Németország is hetek óta forrong, a gazdák és a fuvarozók is az utcára vonultak, tiltakozásul az őket érintő kormányzati döntések ellen. Az MH stábja a tüntetések kezdete óta figyelemmel kíséri a megmozdulásokat és a mögöttük álló embereket. A stábnunk nyilatkozó mindannyian arról beszéltek, hogy nem csak néhány döntéssel van bajuk, hanem általában elégedetlenek azzal, ahogy a berlini kormány kezeli a helyzetet. Nagy reményekkel mentünk tüntetni, azt vártuk, hogy változást tudunk elérni, és aztán úgy jöttünk haza, hogy nincs jövőnk Németországban. Frank Schmidt perlebergi gazda beszélt erről az M1 stábjának, amikor saját brandenburgi gazdaságában fogadott minket. Az összesen 470 hektáron gazdálkodó Schmidt család korábban baromfitenyésztéssel és tojástermeléssel is foglalkozott, azonban azt kénytelenek voltak felszámolni nemrégiben. Frank gazda azt mondta, csak a pénzt vitte. Jelenleg kukorica és cukorrépa termelés a fő profiljuk. A gazda tüntetéssel kapcsolatban úgy fogalmazott, többek között ő is azért ment a 100 kilométerre lévő Berlinbe tüntetni, mert nincs hova hátrálnia. Itt most már az egész ágazat helyzetéről van szó. A 2023-as évben alig volt nyeresége a gazdálkodóknak. Egy óriási versenyhelyzet van, ami egy teljesen egyenlőtlen verseny, és mi kiszolgáltatottak vagyunk. Nekem 2023 volt a legrosszabb évem az elmúlt két évtizedben, súlyosbítva az egyre elviselhetetlenebb adminisztrációs terhekkel, amikor az ember azt kérdezi, hogy ennek mi értelme maradt, mondta Frank Schmidt. Berlini forgatásunk alkalmával azt tapasztaltuk, a legjobban az fáj a tüntetőknek, hogy az eddig a gazdáknak járó mezőgazdasági gázolajkedvezményt elvenni az Olaf Scholz vezette balliberális zöld koalíció. A problémát politikai értelemben a kormánynak a gazdaságpolitikája okozta, jogi értelemben pedig az Alkotmánybíróság megsemmisített egy 60 milliárd eurós átcsoportosítást. Az M1-nek a helyszínen nyilatkozó szakértő úgy fogalmazott, a helyzet a kormány költségvetési trükközése miatt alakult ki. Szikra Levente, az Alapjogokért Központ vezető elemzője hozzátette, a tiltakozókat az is bosszantja, hogy míg Ukrajna támogatására milliárdok jutnak, az ő követeléseikkel senki sem törődik, pedig azok összköltsége csak töredéke a Kijevnek szánt támogatásnak. Az Ukrajnának szánt támogatás az óriási a német költségvetésből, és látható, hogy most itt tiltakoznak is, tehát látható, hogy a német költségvetésnek a priorizálása az, hogy mi a fontosabb, az nem teljesen van összhangban azzal, amit itt a tiltakozók gondolnak, hiszen Ukrajnára van pénz, az ő támogatásaikra pedig kevésbé. A Németországról készült csak nem fél órás riportfilmet holnap után láthatják majd itt az M1-en. Nem csendesedik a botránya az ENSZ palesztinokat segélyező szervezetek körül, amelyről kiderült, hogy egyes munkatársai részt vettek az október 7-i terrortámadásban. Sok ország azonnal megvonta támogatását. A palesztin kormányfő szerint azonban ez nagyon veszélyes helyzetet teremthet. Közben az amerikai elnök Iránt hibáztatja és válaszlépéseket helyezett kilátásba a jordániai katonai támaszpontjukat ért támadás miatt. Mindössze műholdas felvételeken tudták megmutatni a nemzetközi hírügynökségek azt a Jordánia és Szíria határán fekvő katonai bázist, amelyet dróntámadás ért szombaton. Az akcióban 3 katona életét vesztette, és 30-nál is többen megsebesültek. Az amerikai erők együttműködnek Jordániával a terrorizmus visszaszorításában és a határok biztosításában. A jordán kormány szóvivő részvétét fejezte ki az Egyesült Államoknak a drónnal végrehajtott támadás áldozatai miatt, és mielőbbi felépülést kívánt a sebesülteknek, mondta be vasárnap este a jordániai televízió hírolvasója. Az elkövetők pontos kilétét még nem tették közzé, a Fehér Ház Iránnal hozta összefüggésbe az akciót. Joe Biden válaszlépéseket ígért az ügyben. Kemény napunk volt tegnap este a Közel-Keleten. 3 bátor lelket veszítettünk el az egyik katonai bázisunk elleni támadásban. Egy pillanatnyi csendet kérek, hogy így tisztelegjünk mind 3 elesett katonánk emléke előtt, mondta az amerikai elnök. Irán tagadja, hogy köze volt az amerikai támaszpont elleni támadáshoz. Az ország ENSZ képviselete által közzétett közleményben azt írták, az amerikai erők és helyi fegyveres csoportok közötti konfliktusok állnak a súlyos incidens hátterében. Továbbra is heves harcok dúlnak a gázai övezet déli részén lévő Han Yunisnál. Az izraeli hadsereg tájékoztatása szerint egységeik leromboltak egy újabb alagutat az övezet északi részén. És folytatódik a városban lévő Nasser kórház ostroma, amely a harcok miatt gyakorlatilag felfüggesztette működését.
Konstruktív tárgyalás folyt Párizsban egy esetleges tűzszünetről és az elhurcolt izraeliek szabadon engedéséről, de jelentős szakadékok tátonganak az egyes álláspontok között. Erről számolt be Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök hivatala vasárnap. A megbeszélésen a CIA igazgatója, a Mossad vezetője, valamint a katari miniszterelnök és az egyiptomi hírszerzés vezetője egyeztetett. Sajtóinformációk szerint Párizsban az amerikai kormány egyik szövegjavaslatát beszélték meg, amely izraeli javaslatokon felül magában foglal felvetéseket a radikális iszlamista Hamász részéről is. Az elképzelések szerint a szélsőségesek elengednék a gázai övezetben még fogva tartott mintegy 130 túszt. Cserébe Izrael 2 hónapra felfüggeszteni a támadásokat. Mindeközben nem csendesedik az ENSZ palesztinokat segélyező ügynöksége körüli botrány. Az izraeli hatóságok bizonyítékokat találtak arra, hogy az ügynökség egyes munkatársai részt vettek az október 7-i terrortámadásban, és a szervezet járműveit is használták a Hamász fegyveresei. A súlyos vádak nyilvánosságra kerülése után több ország, köztük Hollandia, Nagy-Britannia, Olaszország, Németország és az Egyesült Államok is felfüggesztette az ügynökségnek szánt segélyeket. A palesztin miniszterelnök szerint Izrael mindvégig a palesztin menekülteket segítő ügynökség felszámolását szorgalmazta. Állítása szerint a zsidó állam katonái ezért támadták a menekült táborokat is. Mohammed Shtayyeh rendkívül veszélyesnek nevezte, hogy azok az országok függesztették fel a segélyezés folyósítását, amelyek a költségvetés 70%-át adják. A zsidó származású lakosság nem érzi magát biztonságban Németországban. A Hamász-izraeli támadása óta több mint 2000 büntettet követtek el a közösség ellen. A hétvégén a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapján palesztin barát tüntetések voltak Berlinben. A Németországban jelenlévő antiszemitizmussal a sajtó is egyre nagyobb terjedelemben számol be. Most már részletesen írnak arról, hogy melyek azok a jelenségek, milyen mértékben változott meg a zsidó származású lakosság élete, a hétköznapjaik, például kerülik azokat a megnyilvánulásokat, amelyek a származásukra utalnak az utcán, nem beszélnek hangosan héberül, kerülik a tömegrendezvényeket, illetőleg a zsidó épületeket, a zsinagógákat a rendőrség külön védelem alá helyezte, tehát gyakorlatilag ezen jelenség ellen terveznek lépéseket. A török hatóságok tegnap estére elfogták azt a két férfit, akiket a vasárnapi isztambuli misén történt lövöldözéssel gyanúsítanak. A támadásban egy embert agyonlőttek. A török belügyminiszter bejelentette a gyilkossággal gyanúsított két férfit, tádzsik, illetve orosz állampolgárságú, és mindketten az iszlám állam tagjai. A terrorszervezet vállalta a felelősséget a merényletért. Az üggyel kapcsolatban további 45 embert őrizetbe vettek. A magyar emberek elsöprő többsége elutasította az LMBTQ lobbit a nemzeti konzultációban, és a gyermekeink védelme mellett tette le a voksát, mondta a KDNP frakció vezető helyettes egy videóban. Nacsa Lőrinc elmondta, a nemzeti konzultáció számos a nemzetet érintő sors kérdésben kérte ki a magyarok véleményét, az egyik legérzékenyebb mind közül a gyermekvédelem ügye. Hozzátette, ez Brüsszelnek és a dollár baloldalnak nem tetszett, kezdetektől fogva támadták a jogszabályt. Kiemelte, eddig tagadták, de már Brüsszel is beismerte, hogy a gyermekvédelmi törvény miatt tartja vissza a Magyarországnak jogosan járó uniós forrásokat. A dollár baloldal aknamunkája és Brüsszel politikai zsarolása azonban most komoly falba ütközött. Ugyanis a magyar emberek elsöprő többsége elutasította az LMBTQ lobbit a nemzeti konzultációban, és a gyermekeink védelme mellett tette le a voksát. Ez tovább erősíti a Fidesz-KDNP-t is abban, hogy a végsőkig hajlandó legyen elmenni gyermekeink védelme érdekében. Éppen ezért a Fidesz-KDNP nem enged Brüsszel politikai zsarolásának, és nem hajlik meg a dollárbaloldal nyomásgyakorlásának sem. Folytatódik az országos volánsztrájk. A szakszervezetek szerint vasárnap nagyjából 50-60%-os volt a munkabeszüntetés támogatottsága, és mintegy 4000 járat nem indult el. Hétfőn viszont ennek a többszörösével több mint 20000 járat kimaradással számolnak. Az érdekképviselet elnöke az M1-nek azt mondta, az elhúzódó bértárgyalások miatt a dolgozók között egyre nagyobb a munkabeszüntetés támogatottsága. A második sztrájk azt szeretné elérni, hogyha 90000 forint per hó per fő követelésünk teljesülne minden volán busz dolgozó számára.
tehát a korábbi sztrájkunk véleményünk szerint sikeres volt, de nem érte el a célját. Ott 112.500 forint béremelést kértünk, és ezt csökkentettük most erre a mértékre. Alaptalanul hivatkozott a főváros vezetése a járatri titkások indoklásánál az otthoni munkavégzés terjedésére. Ezt ugyanis a KSH adatai nem támasztják alá. Erről a Közszolgálati Egyetem szakértője beszélt a Kossuth Rádióban. Karácsony Gergely kezdetben azt is tagadta, hogy csökkentették volna a járatok számát, és csak akkor ismerte el ezt, amikor bejelentette, hogy visszavonják az intézkedést. Hiába tolongtak napokon keresztül a kora reggeli órákban az utasok a legforgalmasabb tömegközlekedési járatokon a fővárosban. Járatritkítás meg nincs. Karácsony Gergely tagadta a budapesti járatritkítások tényét. Szerinte az csak az ellene folyó kampány része, legalábbis ezt állította az ATV-ben. A balliberális főpolgármester nem sokkal később azonban bevallotta, a budapesti közlekedési központ mégiscsak átírta a menetrendet. Mégiscsak visszavettek valahonnan azt. Hát azért, hogy máshol adjunk. A botrány akkor érte el a csúcspontját, amikor a főváros irányítása alatt álló közlekedési cég vezérigazgatója Walter Katalin úgy magyarázta a járatritkításokkal kapcsolatos egyeztetések elmaradását, hogy az utasokat nehéz lett volna bevonni az egyeztetésekbe, mert az olyan lett volna, állította, mintha hálaadás előtt megkérdeznék a pulykát, hogy mi legyen vele. A főpolgármester ekkor ismét bevallotta, volt járatritkítás. Annak azonnali visszavonására ugyanis ő maga utasította Walter Katalint. A közösségi közlekedés iránti bizalom helyreállítás érdekében állítsuk vissza a régi menetrendet. Hamis indok volt a főpolgármestertől, ugyanis nem nőtt az elmúlt időszakban az otthon, vagyis a home office-ban dolgozók száma. Reagálta a történtekre Szalai Piroska, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkaerőpiaci szakértője a Kossuth Rádióban. Ez egy tipikusan vagy rossz szakértő által adott szám lehetett, tehát nem a KSH adataiból dolgoznak, vagy lehet, hogy nem is volt szakértő, vagy lehet, hogy csak valahogy így a légből kapott, és egy rossz indulatú gondolat lehetett ott a főváros környékén. Karácsony Gergely a fővárosi járműbeszerzésekkel kapcsolatban is ferdített. A főpolgármester ugyanis többször állította, nagy mértékben az ő irányítása alatt növelte a BKV a járműparkját. A Magyar Nemzet viszont a BKK-tól kikért hivatalos számok alapján bizonyította be, az elmúlt 10 évben 1048 új busz érkezett Budapestre, ebből azonban mindössze 281 jármű beszerzését indította el a karácsonyféle városvezetés. Egy másik posztjában a városvezető a spanyol gyártótól 2022-ben rendelt újabb villamosokkal dicsekedett. De Vitézi Dávid, a BKK korábbi vezetője, akit az LMP szeretne karácsonnyal szemben indítani a fővárosban, helyre tette a főpolgármestert, amikor azt közölte. 2014-ben ő írta alá a szerződéseket, illetve 2022-ben a kormány teremtett fedezetet a villamosok lehívására. A Magyar Nemzet szerint az uniós pénzekről is hazudik Karácsony Gergely, amikor azt állítja, Brüsszelben ő érte el, hogy a főváros mintegy 300 milliárd forintnyi fejlesztési forrást kapjon az Európai Uniótól. Szeretném megköszönni a brüsszeli képviseletünknek, Jávor Benedeknek ezt a kiváló munkát, az Európai Unió intézményének a partnerségét, és természetesen minden más kollégámért, akik a fővárosi önkormányzatban, a főváros cégeinél azért lobbiztak, hogy ezt a forrást el tudjuk hozni Budapestnek, és ezekből egy szolidárisabb és zöld Budapestre tudjunk építeni. Alap felhívta a figyelmet arra, hogy az említett összeget valójában Orbán Viktor miniszterelnök harcolta ki. Ez ugyanis része a Magyarországnak járó forrásoknak, annak a 10 milliárd eurónak, amit decemberben hagytak jóvá Brüsszelben. Továbbra is hallgatnak az érintettek a hitpénz botrányról, erről ír az Origo. Az ügyben sikkasztás és költségvetési csalás gyanúja miatt indult nyomozás, miután kiderült az A-Híd ZRT-től 1,4 milliárd forint érkezett a baloldallal kapcsolatban álló ex-ügyvéd Wigmore cégéhez tisztázatlan körülmények között. Elemzők szerint a vállalatnak ekkora bevétele csak Lánchíd felújításra kapott fővárosi önkormányzati megbízásból származhatott.
Továbbra sincs magyarázat arra, hogyan kerülhetett majdnem 1,5 milliárd forint a Lánchíd felújítását végző cégtől egy több száz millió forintos adócsalással vádolt, jelenleg letartóztatásban lévő eltiltott jogász számláira. Erről ír az Origó. A botrány néhány napja azután robbant ki, hogy a sajtóban napvilágot látott a hír, miszerint az Ahíd ZRT 1,4 milliárd forintot utalhatott a Praxisától eltiltott jogász Wigmore egyik cégének. Sőt, ezt követően ebből az összegből 900 millió forintot tovább utaltak az ex-ügyvéd magánszámlájára, illetve ügyvédi letéti számlájára. A tovább utalások pedig jellemzően ugyanazokon a napokon történtek, mint amely napokon az Ahíd ZRT-től a pénzek Wigmore cégéhez érkeztek. Az összegeket pedig rövid időn belül készpénzben felvették a számlákról. Az Origo azt írja, továbbra is rejtély, hogy honnan származott a majdnem 1,5 milliárd forint, és hogy a pénznek van-e köze a Lánchíd Karácsony Gergelyék által megdrágított felújításához. A Lánchíd felújítása ugyanis az eredeti tervekhez képest több milliárd forinttal többe került. Tarlós István idején 2019-ben ugyanis már kiírtak egy közbeszerzést a híd felújítására. A végül nyertes Ahíd ZRT akkor 21,8 milliárd forintért vállalta a Lánchíd felújítását. Karácsony Gergelyék azonban egy új közbeszerzést írtak ki, amelynél a cég már több mint 5 milliárd forinttal drágábban és kevesebb műszaki tartalommal vállalta a munkát. Sőt, a baloldali városvezetés a drágulás mellett a 60-szorosára 4,2 milliárd forintra emelte a cégnek járó előleget is, miközben a kötbért megfelezték. Nem tudok hozzáni a Lánchíddal kapcsolatosan, ne haragudjon, úgyhogy nem tudok válaszolni a kérdésére. Szerettük volna megtudni Karácsony Gergely álláspontját is az ügyben. A főpolgármester néhány napja Brüsszelben a Híradónak azt mondta, semmit nem tud a Lánchíd felújítása körül kialakult botrányról, ezért nem is válaszol az azzal kapcsolatos kérdésekre. Az azért nagyon érdekes, hogy csökkentett műszaki tartalommal ugye 5 milliárd forinttal többbe került. A Jobbik Konzervatívok főpolgármester jelöltje azonban néhány napja bejelentette, vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi a Lánchíd körül kialakult botrány miatt. Karácsony Gergely ezt követően jelezte, nem támogatja egy ilyen bizottság felállítását. Ebből most nagyon komoly politikai botrány lesz. A Lánchíd felújítása körül kialakult botrány az, hogy az adófizetők pénze egy bűnöző magánszámláján landolhatott, az ellenzéki oldalon is sokakat felháborított. Erről beszélt a 21. század intézet vezető elemzője az M1-en. Egyre több részlet lát napvilágot, és jól mutatja, hogy itt nem egy kormány ellenzék szembenállásról van szó ebben a kérdésben, hogy egyébként ellenzéki oldalról is felkérdezik most Karácsony Gergely, tehát a Jobbiknak a főpolgármester jelöltje rögtön vizsgálóbizottságnak a felállítását kérte, de más ellenzéki szereplők is megszólaltak az ügyben, és azt mondják, hogy itt igen, nagyon sok súlyos kérdések merülnek fel Karácsony Gergelyel kapcsolatosan, hogy mégis hogyan kerülhetett ez a rengeteg pénz magánszámlákra, ügyvédi számlákra. Deák Dániel hozzátette, a hitpénzbotrány, a messze túlárazott beruházás, a gyanús összefonódások és a sikkasztás gyanú jelentősen csökkenthetik Karácsony Gergely népszerűségét. Extra fordulóban tér vissza a dal a Duna képernyőire. A műsor előválogatójában választja ki a televízió zsűri az élő show műsor 40-es mezőnyét. Minden eddiginél több, összesen 60 produkció kap lehetőséget a bemutatkozásra. Dorozsmai Péter, a dal zenei vezetője az M1-en azt mondta, a műsor egyre komolyabb rangot kap a zenészek között is, mert nagyon komoly minőséget képvisel a világon is. Aki a képernyőre kerül, én szerintem nyer vele, mert meg tudja mutatni a dalát. Úgyhogy a zenekaroknak melegen ajánlom, hogy ezekben a műsorokban induljanak el, mert nagyon sok emberhez eljut a zenéjük, és a zenésznek az a legfontosabb, hogy meg tudja a közönségének mutatni. Természetesen szakmai és népszerűségi visszajelzések alapján is eljut valaki a döntőig, és meg is nyer ezt a műsort, és hát onnantól kinyílik számára sokszor a világ. Ez volt a Híradó délben, maradjanak velünk, már is kezdődik a Nemzeti Sporthíradó. Csanádi Kristóf várja önöket.